bár jelen pillanatban nem Magyarországon élsz, de Budafokon születtél, és mióta elkerültél innen, azóta is rendszeresen hazajársz és adsz itt koncertet a Budafoki Református templomban. Hogyan kezdődött a zenei pályafutásod? Nagyon érdekelt az orgona, és ennek megfelelően mindig kerestem templomokat a közelben, ahol lehetett volna orgonálni. És aztán itt Budafokon akadt egy lelkész, akkor Illés Dávid, aki azt mondta, hogy nyugodtan, szeretettel várunk, ám de akkor szeretnénk, hogy az Isten tiszteleteket kísérnéd. És én azt mondtam, hogy boldogan, ettől nagyobb vágyam akkoriban nem is volt, ugye akkor voltam 12-13 éves. És hát aztán ugye szépen az ember elkezdi a létrát alulról, ugye zeneiskola, konzi, egyetem, akkor utána elkerültem még Szegedre az akkori régi zenetanszékre, és onnan aztán kikerültem Lipcsébe, majd Bázelbe. És tehát tulajdonképpen a kezdetek kezdete óta az úgynevezett régi zenével foglalkozom, vagy foglalkoztam, és hát ugye a konziban is már csembalót tanultam, illetve orgonát, aztán később Lipcsében úgy szintén csembalót és orgonát régi zenei vonalon. Ez ugye azt jelenti, hogy a zenetörténetnek egy speciális részével foglalkozunk csak, tehát körülbelül azt mondjuk, hogy 1600 és 1800 között, de most ez csak nagyon sarkítva. És aztán Lipcséből átkerültem Bázelbe, a Schola Cantorumhoz, ahol aztán még ugyanezeket a tanulmányokat folytattam. Lipcse milyen új lehetőségeket kínált, ami Magyarországon mondjuk nem volt adott? Lipcsében volt egy teljes infrastruktúra, tehát az azt jelentett, hogy lehetett csembalót tanulni, barokhegedűt, furuját, barokfuvolát, gambát, violónét, dulcián, tehát amit az ember csak el tud képzelni, hogy ezek mind historikus hangszerek, mind másolatok. És ugye a másik nagy előnye az volt az egyetemnek, hogy van egy nagyon szoros kooperáció a Lipcsei Hangszertörténeti Múzeummal, tehát ez azt jelentette, hogy nekünk bejárásunk volt a múzeumba, és nem csak az eredeti hangszereknek a másolatait próbálhattuk ki, hanem tulajdonképpen első kézből meg is tudtuk tapasztalni, hogy milyen maga az eredeti hangszer. És hát azért a Lipcsei gyűjtemény, a hangszermúzeum gyűjteménye, az legalább 5000 darab hangszert számlál, hogyha nem még többet. És ugye ennek ugye csak a billentyűs vonalon, hát ugye eredeti orgonák, eredeti csembalók, és csak a billentyűs része, hát én ha nem csal az információm, akkor az körülbelül 50-60 csembaló, aminek egy része ki van állítva, egy része a magazinban található, eredeti orgonák, körülbelül 4-5 darab legalább kiállítva. Tehát azért ezek egész más kategóriák, mint ami akkor itthon volt.
Lipcséből hogyan kerültél Bázelbe? Mesterkurzusokon keresztül ott megismertem, hát aki tulajdonképpen nagyon fontos volt, ő a Rudolf Lutz. Ő az úgynevezett historikus improvizációt tanította, ami egy nagyon érdekes terület, ugye amikor az ember megpróbál úgy improvizálni, mintha 300 évvel ezelőtt születtek volna a darabok. És gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon elmélyű stílusismereti tanulmány. És ennek volt a vezetője még egészen tavaly előttig, Rudolf Lutz, Bázelben a szkólán, és én nála tanultam, és őt megismertem Genben egy mesterkurzuson, ahol tulajdonképpen egy ilyen nagy stílustanulmányról tartott előadást, és akkor azt mondtam, hogy ha még valakinél tanulok, akkor az ő lesz. És aztán ez így is alakult. A zenei irodalomnak miért pont ez a szakasza tetszett meg neked? Ó, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt hiszem, hogy ehhez két komponens van a dolognak, egy fizikai beállítottság, illetve egy fizikai adottság. Én azt gondolom, hogy én egész egyszerűen a zongorához nem vagyok elég erős. Tehát sem fizikailag, sem billentéstechnikailag, valahogy a kézalkatom is olyan, hogy a zongora igazából azt hiszem, hogy nekem soha nem működött. A másik pedig egész egyszerűen egy szerelem. És voltam talán 9 vagy 10 éves, amikor életemben először láttam csembalót, és akkor azt mondtam a szüleimnek, hogy akkor ez az én hangszerem, és addig vertem az asztalt, amíg aztán kaptam egyet. Először egy picit, aztán egy nagyobbat, aztán egy még nagyobbat, és aztán... És tulajdonképpen a szerelem azóta tart. Ha már a csembalónál tartunk, akkor mesélsz nekem konkrétan erről a hangszerről? 1979-ben készült Oxfordban Ferguson Hoey mesterműhelyében. Na most ő azért egy érdekes hangszer, illetve a készítő azért egy érdekes készítő, mert ő még tulajdonképpen az Angliában történő historikus vonalnak egy nagyon korai mestere. És ugye nekünk nagyon fontos az, ugye a historikus praxisban, hogy megpróbáljuk minél inkább megközelíteni azokat a hangszereket, illetve azokat az állapotokat, amik akkor uralkodtak, amikor maga a zene íródott. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye csembaló és csembaló között is van különbség, de hát mondjuk düfli darabokat, vagy éppen mondonvilt nem nagyon lehet zongorán játszani, de hát nyilván nem mindegy, hogy az ember milyen csembalót választ hozzá. És éppen ez a darab itt mögöttem, ő már a historikus mozgalomnak egy olyan tagja, ahol nagyon-nagyon sok minden egyezik azokkal a paraméterekkel, amik 300 évvel ezelőtt, vagy 250 évvel ezelőtt is fontosak voltak. És azért éppen erre a hangszerre esett a választás most ehhez a koncerthez, mert ugyanebben a hangszerben még vannak kompromisszumok, tehát amiket mondjuk még Tuscan nem így épített volna. De egyetlen egy dolog nincs kompromisszumok által megváltoztatva, ez pedig az eredeti húrbenzúra. És ez azt jelenti, hogy itt ugyanazokkal a húrhosszokkal, illetve húrvastagságokkal találkozunk, amik nagy valószínűséggel Tuscan is használt. És ennek van egy nagyon-nagyon fontos következménye, mégpedig az, hogy az egész hangszer körülbelül olyan, hát majdnem másfél, vagy tulajdonképpen majdnem egy egész hanggal lejjebb szól, mint ahol azt ma megszoktuk.
pont ezt akartam kérdezni, nyilvánvalóan akkor a csembalóhoz hangoljátok majd a hegedűt. Ez okoz bármilyen nehézséget egyébként egy játékosnak? Tehát, hogy a megszokottól máshogy szól? Ezek fundamentális különbségek. Hát ugye a hegedűsnek kezdve attól, hogy más húrokat kell használni ahhoz, hogy a hangszer mélyebben tudjon szólni, tehát ugye vastagabb, nehezebb húrok kellenek, amik aztán nagyobb nyomást is jelentenek a hegedűre, és emiatt lassabban viszont nagyobbat fog szólni. Ugye ugyanez a helyzet a csembalóval, hogy itt a húrhosszok is hosszabbak, mint esetleg más modelleknél, vagy minthogyha ha esetleg ugye modern menzúrákra át lenne számolva a régi menzúra, tehát azt jelenti, hogy itt is vastagabb, illetve nehezebb, illetve hosszabb húrok vannak. És emiatt itt is a hangszer lassabban szólal meg, mint ahogy azt mondjuk egy másik hangszernél az ember megszokja. És nyilván ez alapvetően befolyásolja magát a játékot. Kinek a műveiből válogattak majd a koncertre? Megpróbáltunk, ugye ez egy 1700, ha nem tévedek, 1769-es hangszernek a másolata, és ugye Éva Szaladinnak pedig van egy 1780-as eredeti hegedűje, és megpróbáltunk olyan műsort választani, amelyik ezt a két hangszert nagyon szépen kombinálja együtt, és aztán eljutottunk tulajdonképpen a nagy francia forradalom előtti, hát a francia rokokó utolsó igazi virágkoráig. Tehát tulajdonképpen mi ugye Düflitől játszunk, Mondonville-től, Leclerc-től, és hát ők tulajdonképpen a francia rokokónak az utolsó nagy mesterei, és aztán jön a francia forradalom utána, akkor egy egészen más korszakról kezdünk el beszélni. Tulajdonképpen egy nagyon érdekes periódus a francia zenében. Ugye itt megszületik egy olyan dolog, amire én azt hiszem, hogy talán más Európa más részeiben nem nagyon van példa. Ugye vagy arról beszélünk, hogy a csembaló kíséri a hegedűt, vagy arról beszélünk például a Bach szonáták esetében, hogy a csembaló és a hegedű egyenrangú hangszerek. Viszont itt megtörténik egy nagyon érdekes váltás, mégpedig az, hogy a csembaló kilép a kísérő szerepből, előtérbe kerül, és a hegedű kezdi el kísérni a csembalót.